Elkezdjük a mai elmélkedésünket. Nyilván majd közben sok minden történhet, akkor ezt kezeljük, de próbáljunk benne maradni a gondolat menetben. Olyan 99 vagy 2000 táján történt itt a zarándoklaton, hogy eljött három leányzó Margit körúti plébániáról, és Lórán testvér akkor velünk jött, fogunk vele találkozni ott Szentkúton, megkérdezte tőlük, hogy hát miért jöttetek el? És akkor elkezdték mondani, hogy hát ilyen szép vallásos esemény, meg szeretnék úgy elmélyülni, imádkozni, meg találkozni. És egyikük bevallotta, hogy és hát azért emellett szeretnénk pasit fogni. Ami neki sikerült is, mert az akkori teherautó sofőr azóta az ő férje. Sokféle motivációval érkezhetünk az zarándoklatra, és ezek a motivációk mindegyike valamilyen szinten érvényes lehet, jó motiváció lehet, nem kell kizárni élből rögtön mindent, ami eszünkbe jut. És így a zarándoklat elején most jó is elgondolkodni azon, hogy mit jelent zarándokolni, kicsit így a zarándoklatnak a lelkiségébe beletekinteni. Tényleg sokféle fölfogása van a zarándoklatnak. Ha belegondoltok, érdekes, hogy nem csak a kereszténységben van ez jelen, más vallásokban is, sőt, ugye most azt látjuk mostanában, hogy a keresztény zarándoklásnak a hagyományára rátaláltak vallástól teljesen, hát nem az, hogy idegen, de nem vallásos csoportok is. Hát hányan járják a Caminót olyanok, akiknek igazából a vallásossághoz nem sok közük van. Azaz valami olyan belső mozgást, a külső képe, vagy formája, vagy megtestesülése, amire érdemes oda tekinteni. Mert nyilván egy ilyen idő mindig kiszakított idő, a gyaloglásnak a monotonitása bizonyos olyan helyzeteket hozhat elő, amiben máshogy forog az agyunk. De nyilván a keresztény hagyományban a zarándoklásnak azért ennél mélyebb vagy vallásosabb aspektusai is vannak. Egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy a zarándoklás hagyományát nagyon is segítette az, amikor a bűnbánattartásnak az egyik elemeként jelent meg, nagyobb bűnöknél esetleg, például ugye az történt egészen konkrétan, hogy úgy kaphatott föloldozást az illető, mondjuk egy tisztességes emberölésért, hogy zaránduljon el egy kegyhelyre, lehetőleg jó messzire mondjuk, és hát akkoriban tudjuk, hogy azért a közbiztonság nem volt olyan, hogy ez feltétlenül egy olyan egyszerű történet legyen. Magyarul, hogy a bűnbánattartásnak nagyon is köze volt ahhoz, egyfajta vezeklő hagyományként, vagy jóvá tételi hagyományként, meg az, hogy gondolkozzon el az életén közben. Egy szóval a bűnbánattartás és a zarándoklás nagyon is összekapcsolódott nagyon sokszor a keresztény életben, nem véletlen, hogy kegyhelyeken mindig is fontos volt a gyóntatás, hiszen lehet, hogy az illető ott kapta aztán meg a feloldozást. De sok minden más is lehet, közösségi élmény, hiszen nagyon sokszor ugye a zarándoklat együtt történik, együtt vonulnak többen, és közben ott történik valami, de lehet áldozatvállalásként, felajánlásként, hálaadásként, konkrét kérésre felajánlva például. Egy szóval nagyon-nagyon sok minden motiválhat minket egy zarándoklatban. Mindezeken felül most szeretnék néhány olyan szempontot adni, ami talán még közelebb hozzátok, közben egy kicsit húzadjunk le jobb oldalra, hogy engedjünk egy autót előről. Egy szóval néhány olyan szempontot szeretnék adni, ami talán tovább vezet titeket, vagy még mélyíti bennetek azt, hogy miért is fontos az zarándoklás. A zarándoklat az mindig valahogy az életnek és az Isten kapcsolatunknak a leképezése, vagy egyfajta nagyon sűrített megélése. Elindultunk valahonnan, megyünk valamerre, és ezzel önmagában leképezzük a hitéletünknek azt a sajátosságát, hogy ez az élet nem egy céltalan bolyongás, nem is csak egy körforgás, még ha esetleg a napnak a ciklusa vissza is tér, hanem mégiscsak van egy iránya.
És a keresztény életnek ez egy nagyon-nagyon fontos aspektusa, hogy az életünknek van egy iránya, van egy célja. Azért, ha belegondoltok, ez ma nem egyértelmű minden ember számára. Önmagában vannak ugye olyan vallásos felfogások is, ahol eleve egyfajta körforgás, visszatérés van. A kereszténység teljesen egyértelművé teszi, hogy nem, hanem az életünknek van egy linearitása, egy egyenes vonalú mozgása. Ami nem feltétlenül úgy egyenes vonalú, hogy mindig fölfele tartunk, lehet, hogy kacskaringó, cikázunk, hegyek, völgyek, de mégiscsak van egy irány, van egy cél. Hogy az zarándoklatnak is van egy célja, nem Esztergomba fogunk visszamenni. Azaz, a keresztény ember, amikor elindul zarándokolni, akkor ezzel egyrésztről emlékezteti magát, meg tanúságot is tesz arról, hogy az életének igenis van egy célja. És ez a cél, ez nem földi cél. Vagy nem csak földi cél, vagy nem elsősorban földi cél. És persze, amikor megy az ember a zarándoklaton, akkor megtapasztalhat emelkedett pillanatokat és nagyon-nagyon nehéz pillanatokat. Egyet nem tehet, hogyha el akar érni a céljához, hogy nem maradhatott, ahol addig volt. Ahogy az élet alapvetően, a keresztény élet alapvetően ilyen, hogy nem maradhatunk állandóan ott, ahol vagyunk. Nem azt mondom, hogy ne legyen stabilitás az életünkben, de hogy a keresztény ember nem ülhet le teljesen. És igen, a zarándoklatban megélhetünk nehézségeket, fáradtságokat, fájdalmakat, és épp úgy örömöket, találkozásokat, közös étkezéseket, ahogy az életben, a hívő a saját életében, és igazából az Isten kapcsolatunkban is. A zarándoklás egy nagyon konkrét dolog. Hadd hozzak ide egy ilyen, lehet, hogy máshonnan ide rángatott példát. Múltkoriban meghallgattam egy előadást arról, hogy hogyan is alakult a szerzetességnek a saját magáról alkotott képe az elmúlt évtizedekben vagy évszázadban. Mert hogy korábban, amikor valaki elment szerzetesnek, akkor úgy könnyen azt mondták, hogy ez egy rendkívüli hivatás, még akár azt is mondták, hogy magasabb rendű, mint a többi. Ezzel úgy adott az embernek egy büszkeséget, hát mégiscsak ha erre útra állépek, akkor itten az úgy jó lesz, meg úgy jutok valahova, meg leszek valaki. És nyilván azért ezek a gondolatok így átértékelődtek az elmúlt években, évtizedekben. Tudjuk, hogy egy jó hivatás, egy jó lehetőség, de mégiscsak hát miért vállaljon az ember nehézségeket, küzdelmeket, lemondásokat? Nyilván ezek a kérdések is fölmerülnek. Valaki ezt úgy fogalmazta azon a előadáson, hogy hát tud-e nekem mondani valaki olyan teológiai szempontot, amiért én reggel 6-kor fölkeljek? Most a zarándoklás egy olyan dolog, amiben nagyon komoly fizikai, pszichés áldozatokat kell vállalnunk, és néha megkérdezi az ember, hogy tud-e mondani nekem valaki olyan szempontot, amiért én ezeket vállaljam. A zarándoklás nagyon konkrét. Bizonyos szempontból nagyon testi. És erről szeretnék kicsit beszélni. Évek óta, amióta eljöttök a zarándoklatra, vagy akik már többször voltatok, mindig el szoktuk mondani, hogy a zarándoklásnak az egyik legfontosabb szabálya, hogy mindig azt csináljuk, amit éppen csinálunk. Hogy amikor imádkozunk, akkor imádkozunk, amikor éneklünk, akkor éneklünk, amikor nevetünk, akkor nevetünk, amikor eszünk, akkor eszünk, mert hát nem sértjük meg a helyieket, hogy nem esszük meg a főztjüket. És ez nem csupán egy ilyen, közös szabályaink vannak, és úgy működik jól a csoport, hogy közös szabályaink vannak, hanem arra szeretnénk ezzel is ráirányítani a figyelmeteket, hogy az, ami veletek történik, a saját élettörténetetek, a saját életeteknek az eseményei, azok nem véletlen dolgok, és nem függetlenek attól az úttól, amin jártok, nem függetlenek attól az Isten kapcsolattól, amiben vagytok.
az zarándoklás a maga konkrétságában teszi egyértelművé azt, azt is mondhatni, hogy maga testi mi voltában teszi egyértelművé azt, hogy az ember életének a története, az ember életének az eseményei, az, aki vagy, húsvér ember, magad adottságaival, személyiségével, pszichés alkatoddal, ez nem független attól, hogy vallásos vagy, hogy Istenhez tartozol. Hanem ebben vagy vallásos, és ebben a helyzetben tartozol a jó Istenhez. Azokban az eseményekben, azokban a körülményekben, azokban az élettörténetekben, eseményekben és testi-lelki valóban, aki vagy. És az zarándoklás nagyon alkalmas arra, hogy erre így elgondolkozzál, meg ezzel találkozzál. Nagyon sokszor megkísért minket az, hogy a hitünket, a vallásosságunkat, az Isten kapcsolatunkat, meg a jövőnket, meg a céljainkat, azt úgy elvonatkoztassuk azzal, amiben egyébként élünk. És nagyon érdekes, és itt már behoznék egy Szent Ferenci gondolatot, hogy a Szent Ferenc számára, vagy Szent Ferenc életében azt látjuk, hogy zseniálisan fedezi föl azokat a pontokat, vagy azokat a lehetőségeket az életben, ahol az ember az Istennel kapcsolatba léphet. És nagyon egyértelművé teszi Szent Ferencnek a hagyománya, hogy ebben nem csak ilyen föltől elrugaszkodott filozofikus gondolkodások segítenek, hanem nagyon-nagyon konkrét dolgok. Az eukarisztiával való találkozás, a Szentírás szavaival való találkozás, erről szól a Betlehem állítás jelenete, amiről tegnap Péter beszélt, testi szemeimmel akarom látni azt, hogy Isten közelít az emberhez. A maga konkrétságában. És ugyanígy egyre érzékenyebbek vagyunk arra, hogy felfedezzük, hogy az ember az Isten kapcsolatát azt nem tekintheti az életének, életétől elvonatkoztatva, mert Isten azokban a helyzetekben találkozik az emberrel, azokban a helyzetekben akar megjelenni az embernek az életében, amikben él, amikben van, amivel találkozik. Szoktunk egyébként olyan gyakorlatot adni, például a hosszabb lelki gyakorlaton, hogy az életednek egy szakaszát nézd meg, egyszer csak az eseményeket, mik történtek, milyen hatások értek téged, kikkel találkoztál, milyen negatívumokat, milyen pozitívumokat, stb. És talán nézd ezt végig úgy is, hogy mindez számodra mit mond az Istennel való kapcsolatról. Annak idején, amikor noviciusok voltunk, még Balázs atya volt a novicius mesterünk, mindig azt mondta, hogy kedves testvér, hogyha azt gondolod, hogy az ebédlőben nem találkozhatsz a jó Istennel, akkor a kápolnában sem fogsz. Hogy az Isten kapcsolatunk az nem korlátozódik, és nem korlátozódhat csak vallásos jellegű cselekedetekre, hanem a keresztény életnek valahogy afelé kell érlelődnie, hogy minden, amiben élünk, annak valahogy köze van a jó Istenhez. Tavaly előtti évben egyszer valami ilyesmiről prédikáltam a növendék testvéreknek Pasaréten, hogy életünk története, az események, főleg például a váratlan események, azokra úgy tekinteni, mint Istennek a belépési pontjaira az életünkben. Ezután a mise után, már nem emlékszem pontosan, mi történt, de valami teljesen váratlan dolog történt, hogy rettenesen felhúztam magamat rajta, és nyilván aztán Atanász testvér vissza is jelezte, hogy ha, Istennek van humora. Azaz, a zarándoklatban, ahogy megtanulod azt, hogy figyelsz arra, ami történik, hogy részese vagy annak, ami történik veled, vagy körülötted, vagy benned, ez segít abban, hogy gyakorold azt, hogy az életedet így nézd. És nem arról van szó, hogy az embernek ne lehessenek emlékei, de csak nosztalgiában élni, az a halál. Nem arról van szó, hogy az embernek ne legyenek céljai, de csak ábrándokban élni, az jövőtlenség. Az itt és most konkrétsága. És ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert végül is ez arról is szól, amiről Jézus maga beszél az evangéliumban, hogy azzal szemben, hogy az ember sokszor úgy gondolkodik, hogy van itt a földi életünk, vagy jól élünk, vagy szívunk, mint a torkosborz, és aztán majd jön az örök élet, és ez úgy elválik bennünk,
Ehhez képest Jézus ilyeneket mond, Isten országa köztetek van. A mennyek országa elkezdődött. Te fogantatásod pillanatától kezdve már az örök életnek a részese vagy. Az, hogy persze ennek milyen lesz a kimenetele, mi lesz az iránya, az majd kiderül. De az az örök élet, az már elkezdődött, az nem majd valamikor elkezdődik. És persze a Földön soha nem lesz úgy mennyország, ahogy ugyan vágyainkban lenne, de az, amit itt megélsz, az már része valaminek, ami aztán kiteljesedik és örökké válik. És ezért sem mindegy, hogy hogyan nézed azokat az eseményeket, amik veled történnek. Amelyeket részben alakíthatsz, részben nem tudsz alakítani, részben hosszankodhatsz miatta, vagy éppen ráhagyatkozol, de veled történik a te Isten kapcsolatodnak a része. Egy következő szempont, amiről már talán részben kicsit beszéltem, úgy fogalmaztam talán, hogy a zarándoklásban van valami nagyon testi. És direkt így fogalmazok, mert ez a testi kifejezés, ez azért alapvetően a vallásosságban olyan nagyon pejoratív. És nem csak a kifejezés tud nagyon pejoratív lenni, hanem társulhat hozzá egy olyan gondolat, aminek van igazságtartalma, hiszen maga az Új Szövetség is beszél a testiségnek a rossz megéléséről, de van nagyon rossz értelmezése, ami ugye azt mondja, hogy hát mindenfajta testi dolog az életünkben, az igazából csak eltávolít a Jóistentől, az a nem vallásos élet része, és a többi, és a többi. Na most zarándoklatot úgy csinálni, hogy én egy szellemi lényként végigmegyek, hát hajrá! Azért a vízhólyag, amikor megérkezik, akkor a szellemi lényed is ezt úgy megérzi. Na. És teljesen egyértelművé teszi, hogy a testünk, a testi mi voltunk, az nem független attól, akik vagyunk, nem független a vallásosságunktól, nem független a teremtettségünktől, nem független a megajándékozottságunktól. Nem véletlen, hogy a keresztény vallás gyakorlatban mindig is voltak testi jelei például az imádságnak. Összetett kéz, leborulás, letérdelés, bármilyen. Leülünk, fölállunk a szentmisén. Mert a kereszténység egyértelművé teszi azt, hogy az, hogy mi testben élő emberek vagyunk, ez nem egy baleset. Ez Isten akarata. Persze, lehet vele rosszul is élni, de alapvetően az, hogy testi, lelki, szellemi összetevőből, vagy most nevezzük ezeket így, élő lények vagyunk, ez Istennek az akarata, Istennek az örömében, szeretetében megteremtett mi voltunk. És igen, a zarándoklás során ott vannak azok, amikor nagyon is érezzük a testünket, akár egyébként például vezet minket egyfajta mélyebb gondolkodásra. Nagyon sokakkal találkoztam, akiknek alapvetően nem kenyerük az imádságukban a rózsafűzérmondás, de itt a zarándoklaton, azzal, hogy egy monoton gyaloglás során történik a rózsafűzér mondása, egy olyan testi, pszichés állapotot hoznak létre, amiben az imádság megnyílik számukra. Egyszerűen a külső testi, monoton és már fáradt gyaloglás, és a monoton, szinte egyhangú imádságmondás, az együtt képes mégiscsak valahogy az Istennel való kapcsolat felé vinni az illetőt, összpontosítani például. Már tegnap is mondta Péter, hogy a mostani zarándoklatunknak a tematikáját, ugye a ferences jubileumok sorából a mostani évekre vonatkozó két nagy jubileum hozza. Egyrészt, hogy a mi életszabályunk, regulánk 1223-ban született meg, ami a pápa úr is elfogadott. Ennek ugye 800 éve van, nem tegnap történt. És az első Betlehem állításnak is 800. évfordulóját ünnepeljük. Ami nem csak azért fontos,
mert hogy kedves és aranyos hálas a szamár meg a birka, hanem azért, amit beszélt tegnap Péter, testi szemeimmel akartam látni azt a szegénységet, amely beérkezett, de egyben egy nagyon fontos ferences teológiai gondolat jön itt elő, amiről sokszor fogtok hallani, pedig a megtestesülés. Az, hogy Isten Jézus Krisztusban maga is vágyott arra, hogy megtestesüljön, hogy testi lény legyen. És nem csupán arról van szó, hogy Isten azt, hogy mi testi lények vagyunk, azt az ő örömében, szeretetében teremtette, és nem azért, hogy szívasson minket, hanem arról is van szó, hogy úgy teremti meg az embert, hogy az emberiséget, vagy az emberi testet, a fizikumot, a fizikai világot úgy teremti meg, hogy tudja ott a teremtés pillanatában, hogy ennek a testi valóságnak ő is részese lesz Jézus Krisztusban. És ez megint egy nagyon nagy méltóságot és örömet ad testi létünknek, mert hogyha Jézus Krisztusnak ez így jó volt, akkor talán számunkra se baleset. Úgyhogy ezért is jó dolgozni a vallásos embernek azon, hogy mit kezd a testével, testképével, hogyan tud jól lenni a testi életében, hogyan tud jázni rá, hogyan tudja megbecsülni, és a másikét is megbecsülni. Mert hogy a testi életünkben is, igenis találkozhatunk az Úristennel, már csak azért is, mert ebben a valóságunkban akar minket, mi nekünk örök életet adni. A mai elmélkedésünknek a úgymond címéül, már így egyébként inkább a vége felé az elmélkedésnek, illetve még ez is el fog hangzani, Szent Ferenc írásaiból két részt jelöltek meg számomra. Az egyik Szent Ferencnek a végrendelete, és annak néhány mondata. Ugye Szent Ferencnek vannak írásai, levelei, imádságai, az életszabályok, és megszületik egy végrendelete, ez egy lelki végrendelet, nem egy jogi szöveg, hanem azt a szellemiséget közvetíti az utódok számára, ami az övé. Ebben pedig így szól. Vigyázzanak a testvérek, hogy templomokat, szegényes hajlékokat és minden épületet, melyet számukra emelnek, csak abban az esetben fogadjanak el, ha azok illenek a szent szegénységhez, amelyet a regulában megígértünk. És mindig csak, mint jövevények és zarándokok, vendégmódjára lakjanak bennük. És ehhez tartozik egy másik, Szent Ferencnek a, mint mondottam, 800 éve elfogadott életszabályából, a megerősített regulának egy fontos mondata, amit nem csak magát a mondatot olvasom föl, hanem a fejezetnek a címét is, ami így szól, hogy a testvérek semmit se sajátítsanak ki az almizsna gyűjtésről és a beteg testvérekről. Ez egy fejezetben, tehát a szegénységről, almizsna gyűjtésről és a beteg testvérekről együtt beszél. És ebben hangzik el egy olyan mondat, a testvérek semmit se sajátítsanak ki, se házat, se földet, se más egyebet, és mint zarándokok és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgálnak a világon az Úrnak, menjenek bizalommal almizsnát gyűjteni, és nem kell szégyenkezniük, mert az Úr is szegény élet értünk ezen a földön. Zarándokok és jövevények. Tehát ez a két kifejezés, ez Szent Ferencnél nagyon megjelenik, és a mi zarándoklásunkhoz is egy új szempontot vagy aspektust ad hozzá. Amikor ő zarándoklásról és jövevény mi voltról beszél, akkor alapvetően ez egyfajta kifejezése annak, amit úgy szoktunk nevezni, hogy ferences szegénység. Aki zarándok, az tulajdonképpen valamit megél egyfajta szegénységből, a szegénységnek abból a szellemiségéből, amit Szent Ferenc ajánl, tanácsol, bemutat, elénk él. Ami nem,
Ami egyik oldalról egy radikális szegénység egyébként, szoktuk is mondani, hogy a rend 800 éves történelme az küzdelem a szegénységért, amit nem nagyon nehéz elérni egyébként. De másik oldalról mégse egy eszetlen nyomor. Ahogy mondtam, hogy ennek a fejezetnek a címe az együtt hozza a szegénység, alapítványgyűjtés, szegény testvérről való gondoskodás kérdését, és hogy ahogy mondtam, hogy ugye úgy kezdődik a végrendeletben, hogy a testvérek csak olyat fogadjanak el. Magyarul Szent Ferenc azt mondja, hogy a testvérek eszetlenül semmit ne fogadjanak el, és semmivel ne éljenek, hanem hogy nem mindegy, hogy ezt hogyan teszik, mint zarándokok és jövevények. És hogy például a szegénység, valahogy így fogalmaz az egyik kommentár, hogy a szegénység megélésének a kerete vagy korlátja az a testvéri közösség. Hogyha rámennek a testvéri kapcsolatok, például egy beteg testvérről emiatt nem gondoskodnak tisztességgel, az elfogadhatatlan, az nem szegénység, az hülyeség. Azaz, nézzük meg, hogy mi a szellemisége ennek a szegénységnek, amit Szent Ferenc tanít, és amiből valami megjelenik itt a zarándoklaton. Zarándokként, jövevényként élni. Tudni azt, hogy most itt vagyunk, de mégse itt van teljesen maradásunk. Tudni azt, hogy vannak dolgaink, de azokat mégse birtokolhatjuk úgy, hogy azokkal bebiztosítsuk teljesen az életünket, azokba belefeledkezünk, azokat teljesen csak magunknak tartjuk meg. És itt nem csak fizikai dolgokra kell gondolni. Amikor Szent Ferenc a regulájában azt mondja, hogy a testvérek ne sajátítsanak ki semmit, se házat, se földet, se más egyebet, és utána meghallgatjuk például az intelmeit, ahol a akarathoz való túlzott ragaszkodásról hallunk, és azt mondja Ferenc, hogy aki túlzottan ragaszkodik az akaratához, az nem szegény, akkor értjük, hogy tulajdonképpen, amit rá akar minket vezetni Szent Ferenc, az a rendetlen és túlzott ragaszkodás bármihez, nem csak fizikai dolgokhoz, akár kapcsolathoz, saját elképzeléshez, időhöz. És mennyi mindent lehetne még mondani. És szerintem ezen a ponton tudtok ti is kapcsolódni hozzá, hogy igen, nem arról van szó, hogy az embernek ne legyenek vágyai, ne akarjon biztonságban élni, ne akarjon még tisztességgel élni. Egy családos embernek ne kellene igenis gondoskodnia a gyerekeiről, a jövőjükről, stb. De azért ismerik a ragaszkodásnak azt a formáját, ami igazából nagyon-nagyon nyomorult dolog. Ezzel szemben, aki zarándokként, jövevényként él, és nem így ragaszkodik, és birtokolja a dolgokat, az tulajdonképpen azt éli meg, amiről Ferenc pápa azt mondja valamikor, még azt a pápasága elején valami kisági találkozónak a előkészítő levelében hangzott el ez, hogy a birtoklás kultúráját váltsa föl a megajándékozottság kultúrája. Vendégek módjára élni, ajándékként elfogadni, ami körülöttem van, ajándékként elfogadni és élni azzal, amin van. És nyilván különböző életállapotban élve, különböző feladatokat végezve, különböző felelősségi körökben, ez mást és mást jelent, de szerintem mindenki megtalálhatja maga életében, hogy mi az, amiben egy kicsit azért alakulnom kéne. Ma a világ nagyon érzékeny rá, meg a fiatalság is, mondjuk a teremtett világ, környezetvédelem, stb. Ilyen kérdésekre, éppen ugyanezt hozza. Az a világ, amiben élek, azt úgy birtoklom és kiszipolyozom, hogy nem marad belőle senkinek, vagy képes vagyok megajándékozott emberként élni benne, élni vele, de úgy, hogy másnak is maradjon. Na most, tehát egyszerűen most így a zarándokok vagyunk, meg jövevények, és ebben tanulhatjuk azt, hogy igen, vannak dolgok, amikkel élünk, és vannak dolgok, amik
amiket el kell tudni engedni. Elengedésnek a zarándoklaton egy nagyon tipikus példája szokott lenni, főleg esős zarándoklatokon, amikor az elején úgy mindenki úgy kerülgeti a pocsolyákat. És akkor úgy közben esik az eső, és akkor jó, hát néha belecsúszik, akkor úgy, hogy az oknit cserél, nem tudom mi. Innentől szoktunk eljutni odáig, tökön passzion keresztül már senkit nem érdekel, mindenki megy, tök mindegy, mennyire lesz vizes. Tulajdonképpen megtanulja az illető azt, hogy küzdhetek én, csak tök felesleges. Na ez például az elengedésnek egy nagyon jó gyakorlata a zarándoklaton, ahogy az ember el tud engedni olyan dolgot, ami először nagyon fontos volt. Emlékszem annak idején, 2001-2002 magasságában, ott a kemencei napon ment ez a pocsi a kerülgetés, amíg aztán a hegytetőn kaptunk egy hatalmas jégesőt, és hát életemben háromszor-négyszer áztam el rettenetesen, aztán mindig zarándoklaton történt, ezen a zarándoklaton, amikor a esőkabát fölvételéig, ami 2 másodperc alsó nadrágig elázik az ember. Szóval, hogy és akkor megyünk lefele ott a kemence patak völgyébe, ahol már annyira megáradt a patak, hogy gyakorlatilag derékig a patakban mentünk át, és fogtuk egymást, hogy ne vigyen el a víz. És akkor Valér testé elviharzik mellettem, és csak annyit üvölt, hogy aki megáztat, meg is szárít. Na, hát ez az zarándoklatnak a lelkisége. Hogy persze, hát vannak céljaim, de hogy tanulni elengedni. Olyan dolgot, amiről rájövök, hogy mégsem biztos, hogy annyira fontos. De nem állok itt meg, mert a zarándoklásban van egy másik, tanulni elfogadni. Azt, hogy bemegyünk a nógrádi faluba, és ott pampuskát, meg nem tudom mit hoznak, kávét, és akkor ezt el kell fogadni. Zarándoklásban tanulunk elengedni és elfogadni, hogy pontosan ezt a nem túl ragaszkodó, de mégis megajándékozott voltunkat gyakoroljuk. És persze mindeközben készülünk ebben a, hát nevezzük így egyfajta lecsupaszolásban, arra, hogy az igazán fontosra maradjon hely az életünkben, Isten kapcsolatra, hiszen mindez nem önmagában értelmes, tehát most lehet ezt ilyen alapvető emberi pszichológiai szempontból is nézni, hogy fölösleges dolgokhoz úgy ragaszkodni, hogy úgyse lesz a tied, mert csak tönkretesz téged, hanem ez mindig, mivel ez egy vallásos cselekedet, amit teszünk, ez mindig egyben helykészítés arra, hogy az Úristen be tudjon lépni az életünkben. Vagy hogy ne űzzük el más dolgokkal, vagy ne takarjuk el az Isten kapcsolatunkat azzal, hogy túlzottan ragaszkodunk dolgokhoz. Ez, amiről a hegyi beszédő így beszél, boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. No, hát az emlékedés végére érve, most a csöndhöz egyrészt azt szeretném mondani, hogy nyugodtan bármi megszólított, azzal foglalkoz, de azért egy-két gondolatot mondok így a továbbiakhoz. Mi az, ami úgy nagyon betalált most, ami megszólított, akár ilyen aha élmény volt, igen, ez már én is gondolkodtam, de most végre megfogalmazódott, vagy éppen rettenetesen bosszant most, ezt most miért mondta a szerencsétlen testvér, most miért okoz nekem ilyen lelki gondokat, hogy most ezen nekem gondolkodni kell. Ezeket a pontokat érdemes megragadni, ami megragadott, vagy ami nagyon taszít most. Akár idehozhatod életednek a történetét, hogy abban hogyan jelenik meg a Jóisten, mik a céljaid, abban mennyire jelenik meg az örök életnek a távlata. Van, amihez nagyon ragaszkodsz, és azért át kéne gondolni, hogy ennyire kell-e. Vagy van, amit nagyon vonakodsz elfogadni, akár egyébként egy teljesen jó dolog. És lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy mégis csak el kéne fogadni.